felidézték. A trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulójára emlékeztek András Hidán. Megújult. Befejeződött a Csácsi utca korszerűsítése. Elkezdődött. Felújítják az útburkolatot a vasútállomás előtt. Ez az Allegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Háhorváth Gyula vagyok. 2022. június 2-a csütörtök van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Megemlékeztek az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulójáról András Hidán a Hősök kertjében. A település részi önkormányzat és a művelődési ház közös rendezvényén a magyar, a székely és az Allegerszeg zászló felvonását harangszó kísérte. Azért oly szép ez a világ, mert a szíve Magyarország. A népdal az Igaz Gyöngy Hagyományőrző Egyesület előadásában hangzott el. Domján István ünnepi beszédében felidézte az 1920. június 4-én aláírt szerződés következményeit. Rámutatott, hogy az új határok kijelölésével területének 71,4%-át, népességének 63,5%-át vesztette el a nemzet. Az erdők 87,4%, a termőföldeknek pedig 61,4%-a a szomszédos országokhoz került. Ez egy akkora tragédia volt, és akkora csapást mért az országra, ahol területeink nagy részét, lakosságunk nagy részét elvesztettük, idegen országokhoz kerültek. Mindenféle szakmaiatlanságot és nagyhatalmi vágyat teljesített ez a békediktátum, amely azt gondolom, hogy nem volt méltó, és nem volt Magyarország számára javasolt egyáltalán ez a büntetés. A trianoni békediktátum aláírásának napját az országgyűlés 2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás napjában nyilvánította. Az önkormányzati képviselő kiemelte, a fennmaradás érdekében határokon átnyúló együttműködésre van szükség. A magyarság nem csak Magyarország területen él és a mindennapi munkáját végzi, hanem nem a szomszédos országokban és a világ nagyon sok részén. Fontos az összefogás, és erre hívtam fel a mai beszédembe figyelmet, hogy az összefogás, a magyarok egysége nagyon fontos, hiszen nem mindegy, hogy a jövőt hogyan adjuk át a gyerekeinknek. A gyerekeinknek egy jövőt kell, utat kell mutatni. A Hősök kertjében az 1848-as, az első és második világháborús emlékművekkel, valamint az 1956-os forradalom hősei tiszteletére emelt kopjafával a magyar történelmi eseményeknek állítottak emléket. Az ünnepség koszorúzással zárult. Befejeződött a Csácsi utca korszerűsítése. A repedezett süllyedésekkel terhelt 470 méteres szakaszt teljes szélességében felújították és leaszfaltozták. Megoldották a csapadékvíz elvezetési problémákat, a nyugati oldalon pedig gyalogjárdát építettek, mellé díszcseresznyefákat ültettek. A beruházást sajtóbejáráson mutatták be az újságíróknak. Néhány évtizeddel ezelőtt a Domb utcát és a Damjanics utcát földút kötötte össze. Az arányos városfejlesztés jegyében a Csácsi utca felújításának első üteme 2018-ban, a második pedig idén májusban készült el. Minden egyes városrészben fontos az utak, járdák felújítása, a helyi lakossági kérések figyelembevétele. Nos, ehhez kapcsolódva a Kovács Károly Városépítő Programból finanszírozva összességében 127 millió forintból végre a Csácsi utca felújításának a második szakaszával is tudtunk végezni. Azt gondolom, hogy nagyon minőségi munkát végeztek el, és abban is bízom, hogy Hertlini Ebeldi Gyöngyi önkormányzati képviselőasszonynak a kezdeményezésére a következő időszakban újabb és újabb utak és járdák újulhatnak meg. Idén elkezdjük a Klapka utca felújítását, előkészítő munkákkal indulunk. Nem csak az útburkolat felújítása lesz a feladatunk, hanem az iskola előtti autóparkolást is meg fogjuk oldani, új térkő burkolat kerül oda. Aztán jövőben, talán már jövőre szeretnénk a Nyerges utcát teljes hosszában megújítani,
Itt nem csak útburkolat megújítás lesz, hanem a vízelvezetési problémákat is szeretnénk kezelni. Zalaegerszeg területén összesen 869 közterület út és járdaszakasz található. Ezek rendbetételére a költségvetésből évente mindössze 300 millió forintot tudnak fordítani. Ugyanakkor a Kovács Károly városépítő program jóvoltából kormányzati támogatással 2024-ig 91 helyszínen végzik el a rekonstrukciós munkákat. Ezek összköltsége eléri a 15 milliárd forintot. Megkezdődött az útburkolat felújítása a vasútállomás előtti autóbusz decentrum területén. A beruházáshoz szükséges 18 millió forintot a Kovács Károly városépítő program biztosítja. A kivitelezési munkákat sajtóbejáráson mutatták be az újságíróknak. A pályaszerkezet nem bírta a terhelést, ezért az útburkolat nagyon rossz állapotba került. Jelenleg 400 négyzetméternyi területen zajlanak rekonstrukciós munkák. Elbontanak két elválasztó szigetet, így nagyobb felületen közlekedhetnek majd az autóbuszok. A burkolat felújítás során a csapadékvízelvezetést is korszerűsítik. Annyira leromlott az elmúlt években itt az útburkolatnak a minősége, hogy már decemberben kellett egy 6 millió forintos útburkolati javítást eszközölni. Jelenleg már elbontották a két elválasztó szigetet, közel 18 millió forint értékben fog megújulni itt az útburkolat. Ugye az elmúlt években már nagyon megromlott az út állapota, hiszen nagyon sok busz közlekedik, és a tengelynyomás is eléggé megviseli ezt az aszfalt réteget. A tervek szerint a munkák június végén befejeződnek. Ugyanakkor abban bíznak, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése tovább folytatódik. A buszállomás teljes területén indokolt lenne ugyanis a burkolatjavítás. Újabb 21 parkoló készült el a Landorhegyi városrészben. Most a Madách utcai tömbelsőben adódó megállási nehézségeket enyhítették. A Kovács Károly városépítő program beruházására több mint 40 millió forintot fordítottak. A nagyobb projektek megvalósítása mellett fontos az arányos városfejlesztés is, mondta Balaidz Zoltán polgármester. Ezért igyekeznek minden település részen odafigyelni a felmerülő lakossági igényekre. Azt gondolom, hogy az emberek mindennapjait befolyásoló kis apró beavatkozások is nagyon fontosak. Ez az arányos városfejlesztésnek a lényege, hogy minden egyes városrészben, minden egyes település részen a helyi lakók, a helyi polgároknak a véleményét kikérve legyenek olyan járdafelújítások, zöld felületfejlesztések, útfelújítások, parkoló kialakítások, amelyek az ő komfortfokozatukat javítják, de segítik azt, hogy egy otthonosabb környezetben tudják élni a mindennapjaikat. Az épületek között az északi oldalon 7, míg a délin 8 darab 45 fokos ferdebeállású parkolót alakított. Ki. Itt a rézsűfal védelmének érdekében 17 méter hosszú zsalukő támfalat húztak fel. Valamivel feljebb 6 merüleges beállót és gyalogos védőkorlátot is építettek. Tudom azt, hogy a Landorhegyi városrészben, ugye, hogy másutt is, nagyon sok igény jelentkezik még további parkolók építésére, így a Kispest utcában vagy a Gasparics úton, de azt hiszem, hogy pillanatnyilag annak kell örülnünk, hogy a Pajzsdezső utcában nem olyan régen 19 darab parkolót adtunk át, ma pedig 21-et itt a Madách utcában, ez 40 új parkolóhelyet jelent, ami nekem, mint önkormányzati képviselőnek örömmel tölti el a szívemet, viszont természetesen tovább dolgozom azon, hogy az előbb említett utcákban is valamilyen módon valamikor mielőbb megvalósulhasson majd a parkolók fejlesztése. A városrészben folyamatosak a fejlesztések. Legközelebb a Pajzsdezső utcában egy szenior játszótérrel gazdagodik a terület. Ismét megrendezik a Street Food Weekendet Zalaegerszegen. A város főterén június 10-től 12-ig 20 food truck várja majd az ínyenceket. 3 évvel ezelőtt, 2019-ben a koronavírus járvány előtt tartották meg utoljára ezt a sokak körében méltán népszerű rendezvényt. Az autók az ország különböző pontjairól érkeztek. Csak úgy, mint most, akkor is több újdonságot vonultattak fel a szervezők. Ennek a rendezvénynek az is egy nagyon fontos különlegessége, hogy mindig újdonságokkal találkozzanak ugye az étkezni vágyók, ugye a fesztivál vendégei, úgyhogy erre nagyon figyelünk, hogy minden évben kicserélődjenek az autók, ez idén sem lesz másképp, teljesen más autók fognak érkezni az országban, mint amik eddig szoktak. Nyilván egy-két helyi zalaegerszegi autó, akik meg szoktak jelenni a rendezvényen, nyilván ők is itt lesznek, hiszen őket meg a helyiek nagyon szeretik. A rendezvény egyik fontos eleme még a zenei kínálat. Idén ez szintén bővül.
A szombati street electronic mellett egy másik zenei stílus is bemutatkozik. Pénteki nap úgymond akkor így a retróra esett, tehát a street retro fogja képviselni a zenei hangzásvilágot. Dévényi Tibi bácsi, Bétót László és Hájas László fogja a népet szórakoztatni, és ugye a szombaton ugye meghagytuk az elektronikus vonalat, ott pedig a Zala megye meghatározó régi nagy nevű lemezlovasai fognak vendégszerepelni. Elengedhetetlenek a város életében az ilyen közösségformáló rendezvények, mondta Balaidz Zoltán. A polgármester hangsúlyozta, hogy fontos biztosítani a minőségi kikapcsolódást a helyiek számára. Lehetőséget biztosít arra is, hogy a fesztiválozáson túl, a finom ételek és a különleges italok megkóstolásán túl újra találkozzunk egymással, a családtagok, a barátok újra kicsit leüljenek, beszélgessenek, és ezáltal azt a legnagyobb hiátust, amit a koronavírus világjárvány okozott nekünk, tehát a közösségi találkozási lehetőségeket, az emberi kapcsolatoknak a lazulását, azt újra megerősítsük, és újra a zalaegerszegiek újra tudják talán szőni egy kicsit a város szövetét is. A jövő hétvégi eseményen a szakmai zsűri és a közönség által megválasztják a város kedvenc food truckját. Emellett egy karitatív tevékenységhez is csatlakoznak, így a helyi gyermekotthon 24 lakóját megvendégelik. A teljes forgalom 1%-át pedig felajánlják a szervezet számára. Megfelelő a természetes fürdővizek vízminősége Zalában, így az zalaegerszegi Gébártító strandon is. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint illetékességi területükön összesen 12 engedéllyel rendelkező természetes fürdőhely várja a felfrissülni vágyókat, ebből 8 a Balatonparton. A fürdőhelyek közegészségügyi járványügyi ellenőrzése folyamatos. A vizsgálatok alapján megállapították, hogy Zalában nincs érvényben fürdési tilalom, és a vízminőséggel kapcsolatban sehol sem merült fel probléma. A közlemény szerint szabálytalanság esetén a fürdőzők egészsége érdekében a szakemberek azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket. Jól szerepeltek az zalaegerszegi birkózók a baranyai nagy dobszakupán. A grundbirkózó versenyen a legifjabb birkózó palántáknak volt lehetősége bizonyítani. A viadalról a zalaegerszegi birkózó ese érmekkel tért haza. Aranyat érdemelt Gerencsér Levente, ezüstöt vehetett át Kónya Koppány, Szipőcs Noémi, Szipőcs Ákos, Pete Lőrinc, Timár Bence és Ugranyec Flórián. Bronzérmet kapott Miklós Tamás, Miklós Máté, Pete Ignác, Kis Máté, Nagy Nimród. A fiatalokat Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland és Tornyos Dorina készítette fel. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn is nyitva tart a Göcsei Múzeum és a Göcsei Falu Múzeum 10 órától 18 óráig. A belvárosi épületben 4 állandó kiállítást tekinthetnek meg a látogatók, az Elődeink élete című várostörténeti kiállítást, Kisfaludi Stróp Zsigmond emlékkiállítását, Németh János kerámiáit, illetve a Fekete György művészetéről szóló tárlatot. További információkat a göcseimuseum.hu látogatás oldalon találnak az érdeklődők. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Felidézték. A trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulójára emlékeztek András Hidám. Megújult. Befejeződött a Csácsi utca korszerűsítése. Elkezdődött. Felújítják az útburkolatot a vasútállomás előtt. Ez volt az zalaegerszegi Televízió híradója 2022. június 2-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb pénteken este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak weblog.on, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!